támogatott hitellel. Azt gondolom, hogy ez is egy lehetőség. Vannak, akiknek ez lesz jó. A harmadik pedig az, hogy ugye a moratóriumot úgy oldja fel a kormány, hogy közben egy bérlakásprogramot indít el. Én ezt különösen jónak tartom, hiszen az egy axióma, hogyha sok a hitel, nagy a hitelállomány, különösen a bedőlt hitelállomány nagy, akkor a bankok nem adnak hitelt, akkor az építőipar nem tud beindulni. Ugye az az építőipar, ami egyébként a gazdasági növekedéshez nagyban hozzájárulhatna és munkahelyeket teremthetne. Tehát ez egy ördögi kör. És ezt szerintem nagyon frappánsan oldotta meg a kormány, amikor azt mondta, hogy egyúttal egy bérlakás építési programba is belekezd, azaz senki nem veszti el az otthonát, hiszen kap egy másikat, cserébe esetleg fölpörög az építőipar, és hát az egész ördögi körből sikerül kitörni. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ettől nem fog összeomlani az ingatlanpiac, hiszen fontos az, hogy ugye ez ne következzen be. És ugye sokan azt mondták, hogy a szociális konzultációból bejövő kérdőíveket nem dolgozzuk föl, és úgy hozzuk meg ezt a törvényt. Nos, hogyha itt vége lenne, és azt tudnánk mondani, hogy ezzel a törvénnyel akkor ezt a problémát kipipáltuk, akkor valószínűleg önöknek igazuk lenne. De nem erről van szó. Ugye arról van szó, hogy ezt a problémát sajnos még sokáig fogjuk magunk előtt görgetni, és ami a kérdőívekből információ bejön, az bizony szerintem fel fogják használni az arra illetékesek. Igen, valaki azt mondta, hogy olyan gazdaságpolitika kéne, ami a forint svájci frank árfolyamon javít. Hát igen, csak ez azt kéne, hogy az egész eurozónát a mi gazdaságpolitikánk meg tudja határozni. Azt gondolom, hogy ennyire erős talán nem lesz a magyar gazdaságpolitika. Tehát ne hitegessük az embereket azzal, hogy ez alapvetően rajtunk múlik, nem. Ez az eurozónán múlik. És mással se hitegessük az embereket. Ugye, amiket most az LMP és az MSZP kér, azok alapvetően elfedik a problémát. Azt az üzenetet közvetítik, hogy van más megoldás az, mint hogy az emberek apránként megpróbálják visszatörleszteni ezeket a hiteleket. Pedig én azt gondolom, hogy más megoldás nincsen, és ezt szerintem a kormánypárton mindenki elmondta, hogy itt az nem lehetséges, hogy ezt az állam átvállalja, de erre se forrása nincsen, se semmi ilyen más lehetőség. Akik a hitelt fölvették, azoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy a lehetős legtöbb hitelt vissza tudják fizetni, és ezáltal lebomoljon ez a hatalmas hitelhegy. Igen. És akkor még egyet mondanék, csak még egy utolsó reakciót, ez csak azért, mert a vitában örök, ugye azt mondták, hogy mi a bankok pártján állunk. Én azt gondolom, hogy ez egy segítség lenne nekünk, hogyha erről önök a bankokat meggyőznék, mert ők most ezt pont nem így látják. Úgyhogy szerintem őket kéne erről meggyőzniük. A KDNP támogatja ezt a törvényt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Két perces hozzászólásra Lenhardt Balázs képviselő úr jelentkezett. Megadom a szót, parancsoljon képviselő úr. Természetesen figyelembe véve a rendelkezésre álló időkeretet. Akkor figyelembe véve azt, amit itt önök elmondtak, tisztázzunk egy alapvető félreértést. Nem a Jobbik az, aki konszolidálná a bankokat, hanem pontosan önök fogják ezzel a törvényjavaslattal. A Jobbik megoldása gyors, praktikus és valóban igazságos. A felvételkori árfolyamon kell forintosítani. Ebből vesztesége a banknak se keletkezik, de egy szóval nem mondtuk, hogy fizessen az állam a bankoknak ezért. Mivel, ugye, ahogy az előbb elmondtam, nem történt devizahitelezés. Forint hitelezés történt, tehát akkor rögzítjük, és az addig megfizetett plusz törlesztő részleteket mindenkinek a tőkéjéből levonnánk. Ez lenne az egyetlen elfogadható, igazságos és olyan megoldás, amiből ki tudnának kecmeregni utána az ilyen adós csapdába került hitelesek. Az a probléma, hogy Rogán és az egész kormány jóban-rosszban kitart a bankok érdekei mellett. Sajnos. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Rogán Antal képviselő úrnak adok szót, két perces hozzászólásra. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Csak arra szeretném felhívni a Jobbik képviselőinek a figyelmét. Az előzőekben kritizálták Ercsei Katalin képviselőasszonyt, hogy legalábbis egy vázlatot használt a beszédének az elmondásához. Ugye az, hogy kikészíti a saját beszédét, azt rendszerint az mutatja meg, ha már papírból beszél, hogy fölbírja olvasni. Itt Lenhardt képviselő úrnak az előző jobbikos képviselő hozzászólására szeretném felhívni a figyelmét. Ha valakinek nem sikerül felolvasni a saját beszédét, ott az emberben fölmerül a kérdés, hogy ki írta azt valójában.
Erről ennyit. Ön hozta fel ezt a témát, ezért nem árt, hogyha még egyszer elhangzik itt a tisztelt ház falai között. Azt az ellentmondást pedig határozottan szeretném leszögezni, hogy egyik oldalon a Jobbik képviselői 100 milliárdokat követelnek a Nemzeti Eszközkezelőnek, hogy ezt költsük egyébként a rossz hitelek megváltására, másrészt azt mondják, hogy ők akkor nem adnának semmit a bankoknak. Ez egy ellentmondás, ezt a problémát oldják fel ők maguk. Én azt látom, hogy ha mi ezt a megoldást választanánk, akkor valóban több 100 milliárddal támogatnánk a bankokat, mert kifizetnénk azok helyett a hiteleket, akik egyébként felvették, ami itt tisztán ebben a formában azt gondolom senkinek nem áll szándékában, és nem is biztos, hogy igazságos megoldás lenne egyébként, tisztelt képviselőtársaim. És szerintem a nemzeti konzultáció kérdése alapvetően erre vonatkozik. Nem arra, hogy segítsünk-e, hanem arra, hogy igazságos megoldás-e az, hogy egyébként azok helyett fizessük ki, akik egyébként a hiteleket felvették. És az, hogy ez a segítség mennyire érdemi, azt még egyszer, mert úgy látom többször el kell mondani, mert ezt úgy nem mondják el ellenzéki képviselőtársaim, szerintem az egy érdemi segítség, hogyha valakinek már akár az év második felétől, tehát akár az ősz folyamán egy ötödével csökkenhet a törlesztő részlete. Ennek ma, én azt gondolom, nagyon sok devizahitelt felvevő lakáshiteles igencsak örülni fog. És az is érdemi segítség, hogyha egyébként a csökkentett mennyiségű kilakoltatásnál elindul egy olyan folyamat, hogy valakinek vissza kell fizetni a hitelét, akkor támogatott hitellel tud esetleg kisebb lakásba költözni, vagy éppenséggel a Nemzeti Eszközkezelőtől kaphat segítséget azért, hogy fedél maradjon a feje felett. Ezeket várják el az emberek, és ezek szerepelnek ebben a megoldási csomagban. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugyancsak 2 perces hozzászólásra Seirin Gábor képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót. Csak Spallendre képviselőtársam kedvéért szeretném még egyszer elmondani, hogy miről is beszélünk. Ugye egyrészt ön azt állítja, hogy nincs más megoldás, mint hogy a hitelfelvevőknek kelljen visszafizetniük szépen lassan a hiteleket. Ezt mondja ön, hogy ez a kormány álláspontja, nincs más megoldás, hitelesek fizessenek. Majd a következő mondatban számon kéri azt, hogy mi azt mondjuk önökre, hogy hát gyakorlatilag kiszolgálják a bankok érdekeit. Ez a kettő állítás valahogy együtt nem megy. Tehát vagy nem mondja azt, hogy csak a hiteleseknek kell a zsebükbe nyúlnia, vagy ne kérje számon azt, hogy mi azt mondjuk önökre, hogy nem hajlandóak igazából szemelni a bankokkal. Azt is állítja, hogy az LMP felelőtlen azért, mert azt állítaná, hogy lehet más megoldást is találni a hitelesek, devizahitelesek problémáira. Szeretném még egyszer elmondani, hogy miről beszélünk. Egy. Mi azt javasoljuk, hogy vezessük be a spekulációs adót a bankadó helyett. Ez egy nemzetközi adó lenne, alapjaiban helyezni új alapokra a pénzügyi rendszer működését. Rendszer szinten jelentene megoldást arra, hogy a bankok túlzott kockázatokat vállalnak, nem csak a devizahitelekkel kapcsolatban, hanem egy sor más területen is. Emellett dolgozzunk ki hosszú távú és radikális bankszabályozást. Ennek az első lépéseit mi már több hónappal ezelőtt beterjesztettük a tisztelt ház elé egy 7+1 pontos pénzügyi újraszabályozó csomag keretében. 3. Ennek a kettőnek a megtételével lehetőség nyílik arra, hogy egy háromlábú alternatív eszközkezelőt létrehozzunk, egy olyan eszközkezelőt, amelyben nem 5 milliárddal száll be az állam, hanem több száz milliárddal tud beszállni a bankszektor. És beszáll mellé az állam, és beszállnak az önkormányzatok is, és az egész egy szövetkezeti formában működik. Nincs most idő, mint ezt részletesen bemutatni, több alkalommal ismertettük már. Ez lenne az a felelősségi megosztás, mely alapvetően a bankokat kényszeríteni arra, hogy vállaljanak felelősséget. Ők voltak ugyanis azok, akik belekergették a devizahiteleseket ebbe a teljesen lehetetlen helyzetbe, ezért teljesen aspirítónak tartjuk azt a mondást, amit Spallendre megfogalmazott, hogy nincs más megoldás, mint hogy a hitelfelvevők nyúljanak a zsebükbe, és fizessék vissza a hiteleiket. Mi azt gondoljuk, hogy a bankoknak kell kb. 80%-ban vállalniuk a felelősséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr, következik 2 perces felszólalásra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtisztelő úr. Adok szót, de várja meg, hogy befejezem. Most önné a szó. Elnézést, elkezdődött az időm, azt néztem. Köszönöm szépen a szót még egyszer, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. 2000-ben indult el ez a folyamat, amiről ma oly sokat beszéltünk az általános vita kapcsán. Lehetőség volt devizahitelt fölvenni ebben az országban. És hát a hitelfelvevők, bankok és a Járai Zsigmond által vezetett jegybank és a mindenkori kormányok komplex felelősségről is van értelme beszélni. A mi problémánk igazán ott van, hogy önök azt mondták, hogy mint egy multifunkciós kormány, majd ha önök jönnek, ezt a kérdést is teljesen
a gyökereinél kezelni fogják. Önök azt ígérték, hogy adott esetben forintosítják a hiteleket, az állam költségén forintosítják a hiteleket, eszközkezelőt ígértek rögtön a kormányváltás után, és mindebből nem lett semmi, egyfajta hiú ábrándot keltettek az emberekben. Önök döntöttek emellett arról, és ez az elmúlt egy év döntésének köszönhető, hogy 500 milliárdot csoportosítottak át a gazdagoknak az adórendszerrel, 500 milliárdot költöttek el a MOL-ra, részvényvásárlásra, és egyébként a Kósa Szijjártó nyilatkozatok, és az önök gazdaságpolitikája is egyértelmű árfolyam veszteséget okozott, majdnem 900 milliárd értékben a devizahiteleseknek. Ehhez képest ez a néhány milliárd, amit ennek a problémának a megoldására szánnak, édes kevés. Az árfolyam rögzítés elodázza a problémát, elodázza a következő ciklusa, akkor fognak vele szembesülni az emberek, hogy még mennyit kell fizetniük, milyen sokat, és semmi érdemi nem történt az ő dolgukban. Kényszerértékesítési kvóta pedig inkább a bankoknak kedvez ebben a tekintetben, és nincs garancia arra semmilyen módon, hogy nem kerülnek utcára az emberek. Én azt hiszem, hogy a tévénézők láthatják, hogy ami ma történt, az politikai marketing az önök részéről. Ha nem így lenne, akkor valószínűleg ez a napirend is hajnali 5-kor kezdődött volna, mint a büntető eljárás jogmódosítása tegnap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Spaller Endre képviselő következik, 2 perces hozzászólást. A parancsa ön képviselő úr. Köszönöm szépen, én csak pontosítani szeretnék, én nem azt mondtam, hogy csak és kizárólag az adósoknak kell visszafizetniük, de hogy ez a fő irány, azt viszont igenis állítottam, hogy ezt nem lehet közpénzből kifizetni, amit pedig ön mondott, ugye ez azt jelenti, hogy akkor ön egyik napra a másikra kivezetni a bankadót a költségvetésből. Ezt komolyan gondolja? Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Simon Gábor képviselő következik az MSZP-ből. Parancsoljon képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy váltakozó lendületű vita véghajrájában vagyunk. Néhány megjegyzéssel szeretném gazdagítani ezt a közös gondolkodást. Az egyik, köszönjük szépen Rogán elnök úrnak, hogy a drága idejéből ennyit áldozott, és két bejelentést megerősített, hogyha figyel rám, akkor biztosan a jegyzőkönyvön kívül személyesen is hallja. Az egyik, hogy a szabad felhasználású hitelek esetében megerősítette, hogyha a jelzálog a házra van bejegyezve, akkor az a hatája alá tartozik az előterjesztésnek, illetve a szabad elvonulás kapcsán, hogy a nemzeti eszközkezelő által megvásárolt lakásoknál ez érvénybe lép. Köszönöm szépen, hogy a beszélgetés közben erre is tudott figyelni. 3 megjegyzést szeretnék a végén tenni. 1. Mi továbbra is fenntartjuk azt a javaslatunkat, ami a magáncsőd intézményére vonatkozik. Szeretnénk, hogyha ezt megtennék. 2. A Nemzeti Eszközkezelő Társaság ügyét továbbra is várjuk, hogy beterjesztésre kerüljön. És 3. Szeretnénk, hogyha a hitelezéshez kapcsolódó adminisztratív költségek további csökkentésére is tennének javaslatokat. Mi készen állunk arra, hogy ezt támogassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Seirin Gábor képviselő úr következik az LMB-ből. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, Spaller Endre képviselőtársamnak szeretnék röviden válaszolni. Igen, ez azt jelenti, hogy mi nem élnénk a bankadóval, mint költségvetési bevétellel, helyette a spekulációs adóval élnénk, mint költségvetési bevétellel, és az így felszabaduló banki tehervállalási teret arra használnánk fel, hogy két nagyságrenddel jobban nyúljanak zsebükbe, mint most, és vegyenek részt az alternatív eszközkezelő kidolgozásában. És megjegyzem, hogy ha önök találtak 500 milliárdot arra, hogy szétszórják a gazdagok között a vagyonosoknak kedvező személyi jövedelemadó módosítással, és ezt fizetik, ezt finanszírozzák a bankadóból, akkor azt gondolom, hogy a társadalom döntő részének lenne ötlete arra, hogy hogyan lehetne az adórendszert átalakítani, hogyan lehetne elkerülni azt az 500 milliárdos lyukat, amit önök odavertek az egykulcsos SZIA-val, és hogyan lehetne ezt a pénzt másra felhasználni. Az így megnyíló teret, nem azt mondjuk, hogy adjuk vissza a pénzt a bankoknak, hanem azt mondjuk, hogy ne a gazdagoknak szánt egykulcsos adót finanszírozzuk belőle, hanem egyrészt fordítsuk spekulációs adóra, másrészt pedig tereljük bele ezt a pénzt egy olyan alternatív eszközkezelőbe, mely a szövetkezeti alapon képes megteremteni a hosszú távú megoldást a devizahiteles, lakáshiteles problémára, mely a bankok felelősségére épül alapvetően, és mely hosszú távon megoldást jelent egyébként arra is, hogy Magyarországon jelenleg nincs szociális szövetkezeti lakásszektor, mindenki a maga lakásában próbál élni, alig vannak emberek, akik lakásokat bérelnének, a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a szociális lakásszektor bővítésére van szükség, ezzel a húzással nem csak rövid távon lehetne kezelni a devizahitelezés krízisét, a devizahitel adósok krízisét, hanem hosszú távon le lehetne rakni a szövetkezeti, önkormányzati lakásszektor alapjait is. Úgyhogy ez lenne a mi javaslatunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, képviselő úr. Barát Zsolt képviselő úr két szót a Jobbik képviselőcsoportból, de az időkeret a sajnos a műfaj, hogy nem tudok szót adni. A Jobbik képviselőcsoportja elhasználta már a idejét. Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki még a vitában felszólalni. Igen, Göndör István képviselő úr két szót az MSZP-ből. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tényleg a vita végén. A családbarát Fidesz és kereszténydemokrata kormány 2008 után sem tett mást, mint amit most. Akkor is a gazdagokat támogatta, a tehetőséget a lakásépítésben, a 15 millió forint fölötti összegekkel. A Szocpolt, a gyermeket nevelő családokat támogató MSZP emelte meg 2002 után. Hogy a felelősségünkről sokat beszélt Rogán Antal, pedig tudom, hogy itt volt, amikor ebben a házban Csabai Lászlóné napirendelőt és interpellációban beszélt arról, hogy nagy veszély van azokra az emberekre, akik deviza alapú hitelt vesznek föl. És Rogán képviselő is ugyan félig tett ilyen mondatot, amit Róna Péter is mondott, hogy igen, ez egy banki termék, és ezért banki felelősség van, és ne hagyjuk ki a politikusi felelősséget, amely felelőtlen nyilatkozatokkal kihat az árfolyamra, vagy a tévejgő gazdaságpolitikát. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ügyrendben jelentkezett Seirin Gábor képviselő úr. Parancsoljon. Köszönöm. Mi már elmondtuk azt nagyjából, amit akartunk, maradt még kb. 4 percünk. Nem tudom, hol kell ezt jelezni, de én ennek a felét szeretném átadni a Jobbiknak, hogy nehogy bennük maradjon. Köszönöm szépen. Tehát akkor kérem az órát ennek megfelelően átállítani. Tehát durván 4 perc időkeret áll még rendelkezésére ezek szerint a Jobbiknak, ugye mindegyik időt. Tehát ezt a teljes 4 percet átadta. Kettőt? Jó, akkor ennek megfelelően. Jó, és akkor most tudok Barát Zsolt képviselő úrnak ennek megfelelően szót adni. Parancsoljon, képviselő. Én tulajdonképpen csak egy 3 másodperces szót kértem volna az előbb, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy az egy dolog, hogy én a száfot nem bírtam kimondani, Rogán Antal képviselőtársam ezt szóvá tette személyes jellegű megjegyzésében. Nekem viszont az elmúlt néhány óra arról tett tanúbizonyságot, hogy a Rogán kommandó jóban rosszban kitart a bankok mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rogán Antal képviselő úrnak adok 2 perces felszólalásra lehetőséget. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tekintettel arra, hogy a vitának tartalma van, én ha megengedik, akkor inkább a tartalomról beszélnék, és nagyon örülök neki, hogy a Jobbik képviselői ennyire fontosnak tartják a vitát, hogy ilyennel foglalják el saját magukat, hajrá. Göndör képviselőre annyiban reagálnék, és ezt nagyon fontosnak tartom, tisztelt képviselőtársaim, hogy azért az előző esztendőkben azt mondani, hogy ez csupán egy banki termék, én azt gondolom, hogy lettek volna az MSZP-SZDSZ kormányok lehetőségei arra, hogy a svájci frank hitelek tovább harapózását megakadályozza. Nem egy napi rendelőtti felszorolás kellett volna elmondani, amihez aztán valaki sajnálkozik kormány oldalról, de nem csinál semmit. Felhívnám Göndör képviselő figyelmét arra, hogy mi egy esztendővel ezelőtt egyetlen jogi lépéssel, jogi aktussal be tudtuk tiltani Magyarországon a devizahitelezést. Ezt önök is megtehették volna, hogyha valódi veszélyforrást látnak. És azt gondolom, hogy különösen megtehették volna a svájci fran alapú hitelnél, mert egyébként legfeljebb az Európai Bizottság az euró hiteleknek a nyújtását kérhette volna számon, de annak is a feltételeit minden további nélkül megszigoríthatták volna. Vagy volt más lehetőség. A Magyar Nemzeti Bank több alkalommal jelezte, hogy problémásnak tartja ezt az állományt, és a maga részéről megoldásokat javasol. Tettek javaslatokat arra, hogy mit csináljon a PSZÁF, mit csináljon a kormány, nekik nem volt a kezükben eszköz. Akkor adtak volna az MNB-nek eszközöket arra, hogy egyébként etéren lépjen mi, az új jegybanktörvényben fogunk majd ilyen eszközöket adni a Magyar Nemzeti Banknak azért, hogy egyébként ez a helyzet még egyszer ne következzen be. Itt a felelősséget hiába próbálják MSZP és SZDSZ képviselőtársaim, MSZP és képviselőtársaim, az SZDSZ-esek nincsenek jelen, az MSZP-sek elhárítani, attól a helyzet még az, hogy a felelősség az bizony egyértelműen az övék, és ezt a felelősséget viselniük is kell. Köszönöm szépen.
Hegedűs Tamás képviselő úr következik két perces hozzászólásra a Jobbik képviselőcsoportból. Elnök úr, és egyben LMP-s képviselőtársamnak is a nagyvonalú gesztusát. Egy félreértésre szeretnék reflektálni. Szó sincs arról, hogy a Jobbik azt javasolta volna, hogy a költségvetés fizesse ki a hiteleket a hitelfelvevők helyett. A javaslatunk arra vonatkozott, hogy azt az előre nem prognosztizálható többlettermet, amit a globális pénzpiaci összeomlás okozott, ennek a terheit osszuk meg a bankok, a lakosság és az állami költségvetés között, az az államnak a költségvetése között, amely maga is felelősséget vállalt, vagy maga is viselt ebben a helyzetben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dancsó József képviselő úr következik két perces hozzászólásra. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Eléggé meglepődtem Sejri képviselő úrnak a javaslatain, hiszen úgy értékelem, hogy a magyar valóságnak a abszolút nem ismeretéről szólnak, hiszen olyan javaslatokat megfogalmazni, aminek egyrészt költségvetései hatását nyilván ő se tudja megmondani, mert ez fölmérhetetlen. Másrészt pedig olyan felvetést tenni, hogy szövetkezeti típusú lakásépítést kellene kezdeni, akkor képviselő szeretném megkérdezni, hogy eddig miért nem történtek Magyarországon szövetkezeti alapú lakásépítések. Amikor a lakásépítésnek sokkal nagyobb felfutása volt mondjuk a 2000-es évek legelején, a 90-es évek legvégén, akkor sem szövetkezeti típusú lakásépítések történtek meg. Nem is tudom, hogy képzeli ön ezt, képviselő úr, milyen jogi formában, milyen költségvetési kihatással gondolja azt, hogy ez meg fogja oldani. Ráadásul a magyar lakásvagyon most sem szövetkezeti típusú lakásokként épült, vagy építkeztek az emberek. Tehát ilyen testidegen javaslatot megfogalmazni, hát úgy gondolom, hogy a valóságismeret hiányára tesz bizonyságot, bár hogyha ezt kifejteni, hogy hogyan is gondolja, nagyon nagy odafigyeléssel kísérném figyelemmel. A másik pedig arra biztatni a magyar embereket, hogy adják el a lakásukat. Nem jó dolog az, hogyha saját tulajdonban laknak, micsoda dolog az, mert így kevésbé válnak mobil lakám. Engem nagyon emlékeztet olyan liberális közgazdászok javaslataira, akik az elmúlt időszakban megbuktak. Tehát én úgy gondolom, hogy szintén nem a magyar valóság ismeretén alapul az, hogyha erre hívjuk fel a magyar lakosokat, és ezen borongunk, hogy miért nem költöznek ki, és miért nem bérlőkké válnak a saját lakásukban, akik adott esetben tulajdonosok is lehetnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! A Keresztény Demokrata Néppárt képviselőcsoportja jelezte, hogy időkeretéből 4 percet átad a Fidesz képviselőcsoportjának. És Seirin Gábor képviselő úrnak adok szót az LMP képviselő csoportjából. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát Dancsó képviselőtársam csak 2 dolgot értett félre, engem és a valóságon. Szóval én azt mondtam, hogy a bankadóra azért volt szükség, mert önök 500 milliárdot szétosztottak a gazdagok között SZIA csökkentés formájában. Ezzel önök is tisztában vannak, ez a valóság egyik szelete. Önök úgy érezték, hogy a gazdagok megérdemelnek 500 milliárdot, devizahitelesek megsegítésére úgy érezték, hogy 5 milliárdot kívánnak szánni. Azt gondolom, hogy az állampolgárok majd, amikor eljön az ideje annak, hogy ezt meg kell ítéljék, akkor majd meg fogják ezt ítélni a megfelelő módon. Én azt mondtam, hogy mi egy olyan adópolitikát folytatnánk, amely nem ver egy ekkora hiányt a költségvetésen. Több alkalommal benyújtottuk már azt az adójavaslatunkat, mely többsávos ökológiai adóreformán kiegészített adórendszerre épülne. Ez lehetővé tenni azt, hogy a költségvetésnek nagyobb legyen a mozgástere. Ementén lehetővé válna az is, hogy a bankadót kiváltsuk, és mondom még egyszer, 2 irányból váltanánk ki. Egyrészt egy spekulációs adót vezetnénk be, amely rendszer szinten szabályozná újra az egész bankrendszer működését. Tehát nem csak egy egyszeri sarcot vet neki a bankokra, hanem a bankrendszer működését, az egész pénzügyi rendszer működését befolyásolná alapvetően, a túlzott kockázatvállalást hűteni. Emellett pedig az így megnyíló teret arra használnánk, hogy egy alternatív eszközkezelőben vegyenek részt a bankok, nagyjából egy 80-20%-os felelősség megosztásban, és ez az alternatív eszközkezelő lehetne hosszú távon az alapja az állam, az önkormányzatok és a bankok által közösen működtetett, közösen létrehozott, később majd az önkormányzatokra tartós tulajdonba átmenő lakásprogramnak.
Ez a lakásprogram, amely a szociális bérlakás programnak az elindítását is jelenthetné, a rendszerváltás említett liberális gazdaságtanára hivatkozva Magyarországon privatizálták és felszámolták a lakáspolitikát. Ennek az alapját lehetne most lerakni, ezt a hibát felszámolva újra lehetne kezdeni a magyar lakáspolitikát, ami egy nagyon-nagyon fontos előrelépés lenne a magyar társadalom politika szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Rogán Antal képviselő úr következik 2 perces felszólásra. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hegedűs Tamás képviselő hozzászólása végre szerintem egy érdemi hozzászólás volt a Jobbik frakció részéről. Látszik, hogy valaki azért érdemben is foglalkozik a problémákkal, nem csak felszínesen és szakmai értelemben is. Én örülök ennek a hozzászólásnak, egy valamit szeretnék megvilágítani, hogy az a probléma, amit ő is felvetett, az természetesen a mi fejünkbe is megfordult. Nem véletlenül a 180 forint körüli árfolyam rögzítés. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez nagyjából az a reális árfolyam, amire mondjuk lehetett számítani akkor, amikor valaki hitelt vett fel. Nekem például akkor, amikor hitelfelvételről esett szó, bár végül nem ezt a konstrukciót választottam, akkor például pont ezt mondták a bankban, hogy ők nagyjából maximum ilyen árfolyamra számítanak. Ez az árfolyam kockázat volt akkor a reális árfolyam kockázat. Abban nem értünk egyet, hogy az egész állományt kell-e most gyakorlatilag forintosítani, hiszen hogyha később egy kedvezőbb árfolyam szint következik be, akkor ennek a költsége egyébként lényegesen kisebb a költségvetés számára is, és egyébként az adósok számára is. Ezért választjuk a következő 3 évre ezt az árfolyam rögzítéses megoldást, és azt gondolom, hogy a végső beálló árfolyam fényében kell egyébként utána a legvégső döntéseket meghozni. Végül pedig így a vita vége felé szeretném azt mondani azoknak, akik esetleg követték ezt a vitát, hogy azt gondolom, mindenkinek a devizahitelesek közül érdemes megfontolni, hogy ki az, aki az árfolyam rögzítéses megoldást választja. Szerintem ezt túlnyomó részt azok tegyék, akik tudják azt, hogy 1/5-del csökkenő törlesztő részlet mellett kiszámíthatóan tudják finanszírozni a hitelüket a következő 3 évben. Azok, akik ezt már nem tudják megtenni, de nagyobb értékű lakással rendelkeznek, azoknak azt javaslom, válasszák azt a megoldást, kisebb lakásba költöznek, és vegyék fel hozzá az állam által támogatott kamatú forinthitelt, és ezzel szabaduljanak meg a devizahiteltől. Akiknek pedig gyakorlatilag nem tudnak saját lakást fenntartani, na ott lép be az eszközkezelő, és azt gondolom, annyiban igaza van Schering Gábor képviselő úrnak, hogy ennek az a folyamánya, hogy hosszú távon az államnak ki kell alakítani az eszközkezelő segítségével egy működő bérlakás portfóliót, alapvetően szociális alapon, de ezt egy lépésben nem tudjuk megtenni, ehhez több év kell, és azt gondolom, hogy ez a megoldás erre alkalmas. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, képviselőtársamat, kíván-e valaki még a vitában felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakban 10 perces időkeretben. Megadom a... Képviselő úr, én megnézem és kivárok, és nézem, hogy üres-e. És amikor már jelzem, akkor utána lezárom, akkor már nem tudok szót adni. Úgyhogy megadom a szót Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Igyekeztem mindent felírni, ami elhangzott, de nekem az az érzésem volt, mintha újra éltük volna azt a lakáspolitikai vitát, ami az LMP kezdeményezésére zajlott április 27-én. Nagyon sok esetben ugyanazok az érvek és ugyanazok a szempontok jöttek elő, és picit kevésbé volt szó magáról az előterjesztésről és magáról a törvény javaslatról. Ismét előkerültek az okok, mi vezetett ide. Én továbbra is szeretném idézni a már egyszer idézett pontos adatot. Ha megnézzük, 2002 nyarán mennyi volt a lakosság devizahitelállománya tartozása, és mennyi 2010 nyarán. Ez egy 33-szoros növekedést ért el. Ez alapján, ez idő alatt nagyon sok mindent lehetett volna tenni, nem tették meg. Én úgy gondolom, itt a felelősség kérdése az eléggé egyértelmű ebben a tekintetben. Elhangzott mind néhány párt részéről egy-két javaslat. Ezek a javaslatok szintén elhangzottak egyébként április 27-én. Úgy gondolom, akkor egy kimerítő vita zajlott erről.
Jobbik megoldása a devizahitelek forintosítása, ez gyakorlatilag technikailag és még inkább költségvetésileg kivitelezhetetlen. Itt 700 kötőjel 900 milliárd forintról beszélünk. Lehet beszélni, hogy kiviselje terheket, de ez akárki is viseli a magyar gazdaságban ezeket a terheket, én úgy gondolom, hogy ez megvalósíthatatlan. A LMP javaslatában, ami szintén javaslatként fogalmazódott meg, a spekulációs adó így jól hangzik első megoldásba, leszámítva azt, hogy sehol nincs ilyen, és csak akkor lehet bevezetni a spekulációs adót, hogyha nemzetközi szinten is bevezetnek. Az ingatlan